Hallottad, hogy egy eladó svájci farkast egy 9 éves gyerek lőtte le? Áprilisban jött a hír, valaki agyonlőtte a pártkereső állatot. A lelőtt farkast egész Európa síratta, a vadászra országos népharag zúdult. Végül két férfit tartóztattak le, döbbenet, de az egyik elfogott férfi elmondta, a 9 éves fia lőtt az állatra. A 9 éves gyermek kezébe fegyver semmilyen körülmények között nem kerülhet. Állítólag az egyik vadász adta neki oda a fegyverét. A férfiakra kemény büntetés vár, az apát akár 12 évre, társát 5 évre is lecsukhatják. Te mit gondolsz arról, hogy gyerek kezébe fegyvert adtak? Írd meg kommentben!